Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én vagyok az újra, és jó nagy kihagyás után, de ez itt Rollercoaster Tycoon 3. Na most ugye az történt, én kiírtam Facebookra, meg mondtam videómban is, hogy nem tudtam használni az egész játékot sok ideig, és tulajdonképpen egy hiba miatt újra kellett építenem az egész pályát a videó alapján, ami nagyjából meg is történt. Kivéve még a medencén is nincs meg, azt mai részben nagyon gyorsan beszeretném fejezni. Illetve itt hiányzik ugye az generic building, meg itt cirkusz helyett dodge-en van, mert még csak azt tudtam építeni. És minden elromlik közbe. De azt hiszem ennyit nagyjából ugyanúgy, főleg ez, szerintem az elég jól ugyanaz. Még innen hiányoznak a medencék, de azt a mai részben nagyon gyorsan meg fogom építeni. Rengetegen szomjasak, de szarok rá, az a helyzet. Sajnálom. Jézusom! Oké, nagyon sok üzenet. Na, szóval ott tartottunk ugye, hogy medencét még megcsinálom nagyon gyorsan, illetve remélem, hogy idő jut még ebben a részben akkor a csúszdákra is. Nos, hogy volt ez a medence? Igazából biztos, hogy nem tudom, tök ugyanolyanra. De ez biztos, hogy ez így volt, és már elcsesztem rengeteg ezer dollárt. Burzsúly mi mindig el van romolva, de azt mi leszarjuk. És akkor ugye úgy néz ki a dolog, hogy mondjuk ilyen magas az egész. Közben lelépett egy takarítónk, szarok rá, azt is, őt is tudjuk majd pótolni. És ott kimaradt egy egy sor, ott kimaradt. Az jó lenne, és ez amúgy ez a kék kijelölés baromira laggolt, szóval ezt a medencefejezést be kéne építeni, be kéne fejezni olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. És ugye itt volt még egy Enterprise, de azt lehet, hogy most ki fogom hagyni, mert most máshogy nézünk ki, és nem biztos, hogy lesz hely neki, de azért megpróbálom ugyanazt ugye berakni. Thrill volt, és külön Enterprise, ja nem fér már be. Akkor mondom, hogy nem ugyanolyan, de mindegy, nem baj. Akkor most ott nem lesz Enterprise, cserébe lesz egy valami más, ami mondjuk befér ide is kicsi, és eltakarja ezt a szart. Azt még kitalálom, de most haladni szeretnék, mert megígértem, hogy ebben a részben csúszdaépítés lesz, szóval azt is akarom csinálni. Ugye úgy volt, hogy most direkt fel van gyorsítva az idő amúgy, hogy keressek is pénzt gyorsabban, mert én ilyen vagyok. Jaj, de laggolt ott ez a kékség. Oké, na. Aztán kell nekem olyan, hogy ilyen lépcső cucc. Hogy van a lépcső? Hol van a lépcső cucc? Ja, itt, és akkor azt mondom neki, hogy így. Blablabla, és így. Oké, akkor mostantól az elérhető. Akkor mondjuk jó lenne, ha lenne bejárat is. Amit ugye ez, csak ez a standard. Igen, nem fog nagyon variálni, csak ez a standard. Oké. Járda is kell majd hozzájuk, de azt mindjárt. És akkor még ilyen apró baromságokat szerintem raktam ide múltkor is, hogy zuhanyzó, meg mit tudom én. Nem mintha ez annyira számítana, de azért rakok, hogy ki is nézzen azért valahogy. Jó! Aztán itt voltak ilyen szuperszexuális ilyenek. Azt hiszem. Hogyha nem, akkor most már lesznek, az ott fordítva. Na most elrontottam az egészet tulajdonképpen. Nem is ez, hanem így, és így, és azt kipótoljuk, és vissza ide. Oké, ott mondjuk lesz ennyi, meg a felső emeleten is lesz arrafelé nézősös. Mondjuk valahogy így szerintem. Wunderbar. És akkor szerintem nagyjából ez így kész, akkor már csak annyit kell tennünk, hogy összekötjük úttal. Igen, gondoltam, hogy ilyen fish-fos lesz. Nekem ilyen típusú út kellene. Így, és akkor meg lehet szépen nyitani az összeset. Jó. Oké, akkor ezt így, mint mondtam a rész elején nagyon gyorsan. Amúgy ezt is meg akartam csinálni felejtelen kívül, csak ma úgy voltam vele, hogy egy hete nem volt rész, akkor nem áll. Akkor inkább forgassunk, és ezt megcsinálom így rész elején gyorsan. És akkor ugye most még... Annyira várom, hogy ezeket egyesével kell megnyitni. Oké. És kezdjük el innen, hogy azért legyen egy kis változatosság a műsorban. Oh, God Jesus, kellett nekem ennyi szart lerakni?
Most itt szopunk vele. Oké, okay, de azt hiszem készen van az összes. Ó, oh, ezt nézd meg, hogy beözönlöttek egyből, amúgy mennyit kérek én ezért? $1, jó, azt nem nagyon variálom. Jó lesz az. Az ott mi a francot keres itt? Nem takarodsz? Dimalés, hogy kell eltüntetni ezeket innen? Hát jobban nem tudok, csak... hogy eltüntetjük ezeket a szarokat innen, így. Mondom ezeket a szarokat így. Oké, okay, csúszdák! Azt mondjátok, hogy legyenek csúszdák? Végre! Jó, én állok elébe. Akkor játszunk olyat, hogy ezt kitöltjük szilárddal. Így. És akkor onnan fognak indulni felfelé. Egyrészt kellenek ilyenek, hogy mondjuk fel is lehessen jutni. Milyen magasról induljon? Gondolom baromi magasról, nem? De azért csak legyen benne fun, mondjuk ilyen magasról. Amíg ezt megmásszák, akkor meg is érdemlik, hogy lecsúszanak, mert ehhez jó nagy kitartás kell. Na, és akkor ugye vannak olyanok, hogy én vagyok a legmegbízhatóbb park. Aki ezt a díjat nekem adta, az szerintem részeg. Jó. Water Rides, nem. Nem már, még nem tudok olyat csinálni. Még nem fejlesztettem. Hogy ezért nem szeretem a karriert, mert várni kell, hogy kifejlesszem. Vagy hogy megkapjam. És még nem kaptam meg. Ne idegesíts fel. Hát ilyen new attraction, tehát most is megkaptam a Hershey Kissing Tower-t. Vagy Hershey. És akkor ezt is így meg kell kapni, gondolom, de nem már, hogy eddig nem kaptam meg. Hát ez így nagyon gáz. Na jó. Akkor következő részben csúszdázunk. Yeah, I'm miserable. Aja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 j
hogy elfedje. Ilyen már van. Ilyen ide fér? Hallod, ez pont ide fér be, akkor nem tudok ki és bejáratot. Nem. Közben itt nézem, hogy mikor fedezem fel. Mert azért csak jó lenne. Na mit rakjunk ide, ami kicsi? Valami megint megállt. Mondjuk ez annyira nem is nagy. Csak az, hogy ilyen nagy szart így kivesz belőle, amit nem akarok. Mit rakjak ide? Thrillből nem hiszem, hogy ide fog férni nagyon sok minden. Mondjuk ez szerintem... Így is akkor a fákat eltüntetjük szarni bele. Kinek kellenek fák manapság? Oké, és akkor hát nem tudom, bejárat, kijárat hol legyen. Igen, akkor ezt a changing roomot innen kitöröljük. És akkor mondjuk lehet... Az baj, hogy nagyon szűk a hely, de nagyon-nagyon szűk a hely. Hogy ott is lett bejárat, akkor játszunk olyat, hogy itt lesz a bejárat, és megcsinálom valahogyan. Így. Közben itt nézem, New Attraction, na, nem mész sehova. Jó, azt nem érdekel, hogy mi van a Tumblr-rel. Oké, és akkor a kiárat meg lehet itt hátul, szerintem itt besűrítjük. Ilyen kis nagyon picikét. Hol is lehet? Ja, itt. Change exit, és akkor azt... Mert nem lehet ide exitet. Most már lehet ide exitet. Oké, és akkor azt szépen kimegyünk. Hát az a parkrész most ezzel kicsit elrontottam. De hát, van. Letesztelhetjük közben, és biztos, hogy nem egy dollár, legalább kettő, rohadjatok meg. Vagy ki kellett vágni fákat miattatok, akkor már $2 fizettek érte. Húristen. Akkor szóval, mint mondtam, nem pontosan ugyanaz, de megpróbáltam. Ugye azzal kellett gazdálkodnom, amit már fel tudtam fedezni, szóval... Ja. De azért nagyjából jó ez így. Oké. A teszt eredményeket csak megnézném. Medium high. Oké, open. Open. Ott az első szerencsétlen delikvens. Pedal streamer továbbra se az, amit én várok. Lehet, hogy fejtelen kívül fogom hagyni menni kicsit a világot, hogy felfedeződjenek a csúszdák. De az kár, hogy nincs. Az nagyon nagy kár, hogy nincs. Tumblr? Az melyik? Ez a Tumblr? Nem? Mi a szar az a Tumblr? Ez az? Nem, az merry-go-round. Ez Dodge Jam. Mi a szar az a Tumblr? Ez az? Azt hiszem ez az.
a Tumblr, akkor azt mondja, hogy de a megbízhatósága alacsony, és akkor nézessem meg többször. Oké, azt hol is kell megnézetni? Nem... Mani 2 mindjárt elmegy a francba. Nagyon jó lesz, még akkor is. De itt van Inspection, akkor 20 percenként nézed meg, és kész. És akkor nézzük meg az embereinket, mert itt mennek szépen elfelé, szépen lassan. Mechanik 2. Hogy is van? Így van, azt hiszem. És... Felemeljük a fizetésedet, de akkor neked is fel kell, gondolom. És akkor hogy állunk? Úgy állunk, hogy van 2 mechanik, meg van 2 takarító. Oké. Azt hiszem, hogy azzal el leszünk egy darabig. 2-2 ember. Én nem nagyon alkalmazok többet, majd ha nagyon gáz lesz. Oké, mindenki boldog. Egyenlőre úgy tűnik. Na most ugye az van, hogy még itt van egy üres helyünk hátul, amin a generic building volt, azt hiszem, de oda valami értelmesebbet szeretnék, mert az úgy gagyi is volt. Szóval akkor rakjunk valami normálisat. Mi nincs? Ilyen még biztosan nincsen. Szóval akkor ezt fogjuk ide rakni. Egy bejárattal, egy kijárattal. Amúgy ez el van rontva, mert ez a bejárat, ez borzasztó. Szóval ott, hogy ki fog erre találni valami mást. Vagy ott van üres hely, nem tudom. Még igazából úgy így a jó, tehát erre az oldalra kell a bejárat és kijárat, tehát ez pont meg van cserélve. Na mindegy, lehet, hogy így marad és szarok rá igazából. Na, ugye akkor ehhez is kell be meg kijárat. Mondom, bejárat. Pú, el van rontva. Ajajajajaj, nem. Hova ugrál az nekem az egerem, komolyan. Legyen így. Az a baj, hogy akkor kimarad egy, sehogy se jó, az a baj. You know. Hát akkor kimarad egy. Ja nem, így nem marad ki egy. Oké, akkor így lesz. És akkor így szépen ki van töltve minden. Akkor rakok hozzá kijáratot is. És akkor, nem. Téged letesztelünk. Meg azt nézzük meg, hogy ezért se kérünk egy dollárt. Nem. Én ilyen nagyon tight vagyok. És biztos, hogy többet kérek el. És amúgy ide. Erre a részre meg lehetne majd még egy ilyen rollercoaster, mint itt, az is ilyen építős jelleggel. Az, csak az sincs még pénzem. Mert az baromi drága tud lenni egy olyan. Na gyertek, költsetek nálam pénzt, ott az első szerencsétlen. Oké, helyes. Nem szeretem az ilyen üres helyeket, tehát ezeket mind ki kell majd tölteni valamivel. Például ide nem tudom, mit csinálhatnánk. Ide csinálhat, hát szokásos. Fával meg lehet tölteni. Vagy víz esetleg szórakozunk valamit vízzel, mint ott, mert az olyan jól ment. Ó, itt nagyon sokan állnak sorba. Ez jól megy. Akkor ugye ide el van döntve egy rollercoaster. És akkor ide valami... Ott hátul is van üres hely, meg itt is vannak ilyen apró üres helyek. Szóval ez szinte, mivel ez kicsi hely, ezért kitöltöm. Ez mi? Hoppá, ez innen is biztos, hogy rossz. Ez így hogy néz ki? Oké, én ebben benne vagyok, ez annyira nem vészes így, ilyen formában. És akkor mögé nem lehet rakni semmit. Ez egy kicsit ilyen kis szeparáció, tulajdonképpen. Szerintem nem rossz. És akkor ide lehetne ilyet is, nem a fák elé, vagy az már nem fér ki? Szerintem nem fog kiférni. High filler has been fixed. Amúgy ide nagyon sokan jönnek, szóval itt fel is lehetne emelni az árakat valamennyivel. Hogyha már ilyen népszerű. Hol is? 2? Akkor mostantól 2... Nem, legyen 3. Mert bastard vagyok, és azért. Oké. Itt is van üres hely. És akkor ugye ez, szerintem ez ugyanúgy meg van csinálva ez, mint volt. Meg itt hátul van üres hely, de itt szerintem be fogom tölteni csúzdákkal az egészet. Meg ugye itt ez a medence komplexum, ez még lesz bővítve. Rendben, itt van üres hely, ezekre mind még ki kell találni valamit, mielőtt befejezzük a sorozatot. Ami mondjuk nem tudom mikor lesz, de előtte még be kell építeni az egészet. Nem szeretem az ilyen nagy üres helyeket, szóval be kell építenünk az egészet. Ez a challenge erre a mapra. Viszont szerintem én mára befejezném ezt a részt, nem sok új dolgot csináltam, konkrétan semmi új dolgot nem csináltam, de... Drink? Hogy romolhat el
Egy italbolt, ezek normálisak? És ráadásul ez. Mi tud elromlani egy italbolton? Hello? Hát meg van javulva most már. És valaki irány közvetlenül elé. Na jó van, mindegy. Akkor most ezt így elmentem, nem kísértem a sorsot. És akkor legközelebb szinte már tényleg csúszdázni fogunk, már tényleg, ígérem. Na jó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!